Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható július hónapban a Skorpión jegyében születetteknél? Először megnézzük azt, mit üzennek a csillagok. Az indiai asztrológia szerint a nap július elején még az ikrek jegyében van. Ez bizonytalanságokat vált ki a Skorpión jegyénél, hiszen hiányzik a tisztaság, a tiszta látás, valami olyan átláthatatlannak tűnik. Viszont július közepétől előre folyamodnak az események, tisztázódik valami, és tisztán fogod látni a dolgokat. Merkur bolygó és Vénusz bolygó szemben van, itt tükröződik valami, a párkapcsolatot, a szerelmet illetően, azon kívül, ami a kommunikációt vagy szerződéseket illet. Bele kell pillantani ebbe a tükörbe, hiszen nem véletlenül van ez így, és az a fontos, hogy itt legyen egy közép út, egy arany út, és itt van egy arany szabály. Ne túl sokat, ne túl keveset. Nem szabad eltúlozni a dolgokat, viszont ne légy visszahúzódó. Ami Mars bolygó energiáját illeti, az jelenti a te élet erődet, vagy jelenti a férfiakat, az lehet a lelki társad is. Az olyan távolságban van most a Skorpión jegyétől, ami szintén bizonytalanságokra utal, tegyem vagy ne tegyem, tegyek lépéseket igen vagy sem, és az jelentheti azt, hogy a lelki társad jelenleg kicsit bizonytalan. Ami egy jogi ügyet illet, vagy az igazságokat, vagy a szerencsét, a lehetőségeket, itt előre mennek, előre folyamodnak az események, itt tényleg rendeződik valami. Amikor arról van szó, hogy tégy döntéseket, különösen amikor nagyobb változásokról van szó, akkor még légy kicsit türelmes. Úgy hónap végén elgondolkozhatsz ezeken a dolgokon. Július 13-án teli hold van, és ez a teli hold Nunki csillag hatása alatt áll, és Nunki csillag az jelent egy helyet, ami erőt ad számodra. Megtalálod a helyedet az életben, és ez a teli hold megvilágítja ezeket a lehetőségeket. Ez lehet a hivatásod, ez lehet a párkapcsolat, vagy a lakhelyed. Július 28-án új hold van, légy visszahúzódó, meditálj valami felett. Itt különösen arról van szó, hogy milyenek a kapcsolataid. Július 29-én Jupiter bolygó megáll, utána visszafele mozog, kihat egy jogi ügyre, vagy egy bizonyos helyzetre, ami eddig igazságtalannak tűnt számodra. Itt megállnak egy pillanatra az események, és utána ez a visszafele mozgás jelenti a múltat, vagy oda kell még valamire figyelni a múltból. Az is lehet, hogy valaki gondol rád, és visszatér a múltból. És most megtekintjük azt, hogy mit közölnek a kártyák, de mielőtt én ezt elmagyaráznám, felhívnám a figyelmedet arra, hogy ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint. Itt a gólyák utalnak változásokra. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen, és a fölötted lévő kártyák utalnak a gondolataidra. Ha egy férfi vagy, akkor itt vagy látható,
és a fölötted lévő kártyák utalnak a te gondolataidra. Ez a férfi lehet a te lelki társad is, és mint láttuk, ez a férfi gondol rád. De itt köztetek megjelenik a felhő, ami azt jelenti, itt valami még átláthatatlan, de a gólyák jelentik a változásokat, és hamarosan eltűnik a felhő, és kisüt a nap. Itt tisztázódik valami kettőtök között. És itt ez a hajó jelenti a reményt, de jelenthet utazásokat is. Lehet, hogy ez a férfi utazni szeretne veled, és itt lesz egy közös nyaralás. Ez a felhő jelentheti az időt is, mégpedig fél évet. Hogy fél évvel ezelőtt még itt valami átláthatatlan volt, de most megvan a remény arra, hogy legyen változás, és a nap láthatóvá tesz valamit. Ez lehet ez a külföldi kapcsolat, vagy utazások, de lehet a szerelem is, hiszen itt megjelenik egy sorban a szív, ami utal a szerelemre. A fölötted lévő kártyán ez a part jelenti a nyilvánosságot, tehát kiderül a valóság, ez nyilvánosságra kerül, vagy jelentheti az elismeréseket is. Ami fontos mindkettőtök számára, hogy ti itt egy vonalban vagytok. És ami összefűz benneteket, ez a kereszt, ez lehet vallási téma, de lehet egy kármikus kapcsolat is, amikor a sors utatok kereszteződött. És megtaláltátok a helyeteket az életben, hiszen itt van a fa, és az azt jelenti, itt ebben a párkapcsolatban le tudtok gyökerezni. Ez a kereszt jelentheti a döntéseket is, hiszen július végéig elérkeztek ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. És akkor ebben a helyzetben fontos döntésekről van szó. Amit a fa még jelent, a rend. Itt rendeződik valami. Amit a fa még jelenthet, a gyógyító erő. Mivel itt megjelenik a fa mellett a könyv, ez lehet tovább tanulás is, ezen a területen, vagy utal a te tudásodra, a képességedre, a bölcsességedre is. Itt a fa alatt megjelenik ez a horgony, ami szintén a biztonságra utal, amikor szeretnél legyökerezni, lehorgonyozni. A horgony jelenti a hivatást is, és itt továbbképzésről, tudásról van szó, ez lehet egy gyógyító erő, a csillagkép jelenteti az asztrológiát, a spirituális területet, és itt a virágcsokor a hivatás mellett jelenti a kreatív tevékenységet, vagy egy magáncégnek a kialakítását. Itt a torony jelentheti azt, hogy itt növekszik valami, itt előre mennek az események, itt a munkáról, hivatásról van szó, és a halak jelentik a pénzt, tehát nyereményről lesz szó. Ez a torony itt utalhat hivatalos dolgokra is, vagy egy bírósági ügyre. Itt anyagiakról van szó, ez lehet az adóhivatal, vagy lehetnek a bankok is. Előfordulhat, hogy hirtelen, egy olyan pillanatban, amikor nem is számítottál rá, itt jön ez a hír, vagy ez a dokument, vagy valamilyen szerződés, és az is előfordulhat, hogy itt odafigyelnek az anyagiakra, amikor nem is számítasz rá.
amit a halak még jelentenek a pénzügyi dolgokon kívül, ahol itt látható a szerencse is, a halak jelenthetik a belső értékeket. És ha te egy hölgy vagy, akkor egy vonalban vagy a belső értékekkel, itt a szerencse, és a park jelenti akkor az elismeréseket, tehát ezt megkapod, hiszen mások odafigyelnek rád, vagy ez a férfi közli veled, hogy mennyire értékes vagy számára. Itt ez a virág jelenti a tisztaságot, vagy a tisztító erőt. Itt tisztázódik valami a szerelmet illetően, és tisztázódik valami az anyagiakat illetően is. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban. Itt kinyílik számodra egy új ajtó. Ezek a lehetőségek. Itt döntésekről lesz szó, és a horgony jelenti a munkádat, a hivatásodat. Az lehet, hogy itt lesz egy ajánlat, lesz egy munkahelyi változás. Itt a koporsó lezár bizonyos dolgokat, és a gyermek jelenthet itt egy új kezdetet is. Amit a gyermek még jelenthet, az ártatlanság, vagy a naivitás. Ha itt előre mennek a dolgok, vagy tervezel valamit, ami ezzel a mozgással áll összefüggésben, ez lehet költözködés, ezek lehetnek változások, ez lehet sport, vagy egy autónak a vétele, akkor ne légy olyan naív, mint egy kisgyermek, ne beszélj ezekről a tervekről, mert ha elmondod a lehetőségeidet, a döntéseidet, lehet, hogy valaki ott van a környezetedben, megpróbálja ezt itt leállítani, vagy megpróbálja akadályozni azt, hogy itt előre menjenek a dolgok, hiszen megjelenik ez a hegy, és ez jelenti akkor a korlátozásokat, a nehézségeket, a problémákat, és akkor ez a medve azt jelenti, hogy elveszíted az élet erődet, a lelkesedést, és úgy hagyod a dolgokat. Ne legyen ez a helyzet, hogy mások beavatkozzanak most a te döntéseidbe, és lássák azt, hogy mit tervezel, hiszen mindez akkor ahhoz vezet, hogy újra megjelenik előtted ez a felhő, és akkor minden újra olyan átláthatatlannak tűnik, és úgy érzed, hogy semmi nem megy előre, hiszen itt elalszod akkor ezeket a lehetőségeket. Ami őt illet, te megjelensz a gondolataiban, ő szeretne veled valamit tisztázni, itt vannak a változások, és itt lehet egy utazásról szó, vagy egy belső útról, egy lelki kapcsolatról, hiszen a hajó jelentheti ezt, és összefüggésben áll a szerelemmel, veled, és itt ez a kereszt jelenti a sors utatokat. Ami őt illet, itt a háta mögött megjelenik ez a ház. Ez jelentheti az ő otthonát, és a virágcsokor arra utal, hogy megszépít valamit az otthonában. Ez a ház jelentheti a szomszédokat, vagy a családot is, de itt a ház mellett megjelenik ugyan ez a virágcsokor, ami egy kellemes meglepetésre utal, de a ház körül itt van a ravasz róka, ami jelenti a hamisságokat. A ravasz róka mellett a madarak jelentik a kommunikációt, és az ostor az a szándékokat, hogy valaki szándékosan meg akarja őt bántani, és itt hazugságokról van szó,
hiszen a ravasz róka jelenti ezeket a hamisságokat. A ravasz róka mellett ott van a kígyó. Jelentheti ugyan a változásokat, a transformációt, a gyógyító erőt is, de a kígyó jelent gyakran egy nőt. Itt látható a ravasság, azt is jelentheti, hogy ez a nő barna hajú, és itt van a koporsó, és az jelentheti azt, itt egy idősebb nőről van szó. De a koporsó azt is jelentheti itt, hogy ez a hamis kapcsolat le lesz zárva. Ebben segítenek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és eltávolítanak bizonyos kártyákat. Az egerek eltávolítják a ravasz nőt, a hamisságot, és ezeket a hamis beszédeket, pletykákat, amikor valaki rosszat mond rólad, vagy meg akar bántani téged, vagy őt, hiszen ő áll ezekkel a kártyákkal egy vonalban. Legyetek azért óvatosak, mert ez a levél jelenthet egy közleményt is, és itt anyagiakról, hivatalos dolgokról van szó, és előfordulhat ennél a ravasz nőnél az is, hogy feljelent benneteket, hogy valaki vizsgálja át itt az anyagiakat, és ez lehet az adóhivatal is. És, ahogy látható, itt hazugságról van szó. Most megtekintjük az egyes heteket. Első hét július hónapban itt látható. Ez a könyv jelentheti a tudást, vagy egy továbbképzést, de jelenti a titkokat is. Ez a titok hamarosan kiderül, hiszen a nap megvilágítja ezeket a témákat, és itt a gólyák jelentik a változásokat. A gólyák és a gyermek jelenthetik egy kisbabának a születését is, de ez még egy nagy titok. Amit ez a két kártya közösen jelenthet, egészségügyi témák, egy továbbképzés, itt megvan a nyilvánosság, megkapod az elismeréseket. Számodra fontos ez a mozgás, hogy előre menjenek a dolgok, és a gyermek utalhat egy új kezdetre. Ez a kártya jelenthet utazásokat, vagy egy autónak a vételét, de ne légy olyan naív, mint egy gyermek, hanem őrizd meg az erődet, és ne beszélj a terveidről, mert valaki ezt megpróbálja megakadályozni. Második hét július hónapban itt látható, ez a férfi gondol rád, nálad is megvannak itt a tervek, valami ugyan még átláthatatlan, ami őt illeti, vagy az utazásokat illeti, de hamarosan megfordulsz, és láthatóvá lesznek ezek a kártyák, itt vannak lehetőségek, szerencse, döntések, ami a munkádat és a hivatásodat illeti. Itt az utak a döntéseket jelentik, és a hold az, hogy te ezt megkapod, de a hold jelenti az érzelmeket is, gyakran az anyukádat, és mivel itt a koporsó megjelenik, ez lehet egy idősebb személy tényleg, ami az anyukádat illeti, vagy van akiknél ilyen örökösödési dolgokat jelent. Ügyelj a saját érzelmeidre, és legyen meg az akaratod, legyen meg az életerőd. Harmadik hét, július hónapban itt látható, ez a férfi, a szerelem áll a középpontban, itt lehet egy utazás, lehetnek nyeremények, ez a torony jelentheti a hivatalos dolgokat, itt látható a hamisság a háttérben, de ez elmúlik,
és akkor javul a helyzet, a virágcsokor jelent egy kellemes meglepetést, vagy azt is, hogy kapsz egy meghívást, valaki meglátogat téged. Jelenti azt is, hogy megszépítesz valamit az otthonodban, vagy ő szépíti ezt meg. A virágcsokor és a ház jelenthet egy kreatív tevékenységet, egy munkát otthonról, egy magáncég kialakítását, kiépítését, de azért legyetek óvatosak, itt a hamisság a háttérben, valaki hazudik, de szerencsére az egerek segítenek ezt a helyzetet rendezni, eltávolítják ezt a hamis nőt a háttérből. Utolsó hét, július hónapban itt látható, lesznek nyeremények, kitisztul valami, a szerelmet, az anyagiakat illetően fontos döntések lesznek ott, de itt lesz egy meglepetés, amolyan hirtelen jön, amikor nem számítotok rá. Itt a virágcsokor jelent valami kellemeset, de látható ez a kellemetlen nő is még itt a közelben, de ez hamarosan rendeződik, hiszen az egerek itt megjelennek szerencsére, és eltávolítják ezeket a pletykákat, eltávolítják ezt a nőt, vagy eltűnik ez a levél, ahol ő megpróbál téged rossz fénybe tenni, és akkor utána lesznek itt új kapcsolatok, barátságok és jó, kellemes beszélgetések. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!